Itt a Föld alatti ellenállás mozgalma. Szevasz! Vagy illetve szevaszok. Emlékszel a... Emlékszel a révrendes család torkos borzos epizódjára? Nem, nem, nem. Torkos borz, ami egyébként teljesen megdöbbentő módon a Wolverine magyar megfelelője. Ó, oh, de nem. Volt az a rész, amikor uh, el anyósa sex uh, szextelefon hálózatot kezdett el üzemeltetni, és ő lett torkos borz, és az összes haverja a Nómenben no állandóan torkos borzot hívta, és és teljesen rá volt a és senki nem tudta, hogy ez el anyósa, igazából. Gyönyörű. Üdv Hello, Charlie. Szevasz, Fifika is, meg Mujó is. Ja, Fising hogy nincs hó ember gyárt. meg bemenekülteti a, a azokat a lápilidért fából faragott medvéket a Eresz alá. A mínusz 27-be. Hát ne panaszkodjunk. Mínusz 27. Van az a dal. Volt egy ilyen adáscímünk is. Favilla, fakanál, famedve. <laughs> Igen, majdnem. A hidegből gyorsan menekítsed be. <laughs> Valahogy így szólt a <gül> <gül> Jaj ahogy mondtad, hogy a kazánodat megtöltöd, én is helyeselve bólogattam, csak azt nem néztem, hogy az igen, az enyémet is tölteni kéne, úgyhogy töltök. A tiédet nem tudom innen megtölteni, sajnos. De addig, addig mesélhetsz egy kicsit, hogy volt-e valami a héten említésre méltó veled? Ő igazából az év első hegedű óráján kívül nem nagyon. Ja, de vasárnap évadnyitó Lajkó Félix szóló koncert volt a Zene Akadémián, és idén is elmentem, mint tavaly, mert a tavaly nagyon jól sikerült, úgyhogy gondoltam, idén se hagyom ki. Úgyhogy ott voltam, klafa volt. Ennyi, ami történt velem. Hát ez nem sok semmi. Nem, nem. Meg meló. A, a, azé, a melegítő nadrágos ö, kóderkedés mi? Ahogy megbeszéltük, hogy azt nem, annál nincs jobb szakma a világon. Hát igen. Reméljük nem sokáig. Kacsintottam. Ne kacsingos, ne kacsingos, te pernahajder. Tudod, mint az üvegtigrűbe, te valamire ki akarsz lyukadni, de én ezt nem hagyom. <síns> olyan alacsonyan szállnak ma a hullámformái maximumai, helyi maximumai. Az azért elkeserítő, mert akkor nálam is alacsony lesz a tiéd, de, de, de egy a, küzdelem, a küzdelem az mindig, mert mindig el kell konfigurálni valamit az állandó szetabba. Mindig arrébb van a mikrofon. Hát de miért rakod arrébb? Hát mert elrakom, aztán előveszem. Igen, de látom, hogy hogy mikor van közel a szád hozzá, meg mikor nem egyéb iránt. Hát, próbálok közel hajolni, csak ez néha nem megy például, amikor monitort kell néznem közbe. Oldalról beszélek a mikrofonba. Na mindegy. Én, hogy velem mi történt, nem kérdeztük senki, de én elmondom. Tegnap... De senkit nem érdekel, de azért erőszakod Igen. ránk az elmúlt hetet történetét. <sítható> Tegnap találkoztam Istvánnal. Odaadtam a fotókönyvet, aminek nagyon örült és nagyon szépen köszönte. Én kaptam tőle Moldáv csokit cserébe, wow. amit nem ehettél volna meg, de én rád gondoltam bőszen, miközben ropogtattam. Ilyen kis mézes, grillásos Földi-magyarós játék volt Ó, oh. oh, az nem is baj, a grillásos földi játék. Hát nem úgy magyarús. mondom, hogy nem az a Toblerone-szerű grillás, hanem olyan. Há, jó volt, jó volt. Multidő, és ezen van itt a hangsúly. Bezabáltad úgy, mind. Igen. Tegnap ö, új challenge-et hívtunk életre Blackivel, a... mégpedig a. Ö, próbált ki az üvegszálas tekerést challenge, és mindenkit arra buzdítottunk, hogy a következő heti Join the Resistance adásig házi feladatként tekerjenek üvegszálas tekerést, és azt használják, mert ugye az jó. Az nekem sosem ment. Magyar ember köpjél le, az üvegszállal én sosem tudtam megbarátkozni, pedig sokszor próbálkoztam vele. Krisztia itt Kristián. Krisztián, ő üvegszál. Nem ennyire egyszerű a helyzet. Valahogy mindig volt valami nüansznyi hotspot, és sosem tudtam ki megyózni őket, mert ugye a vatta ugye az ilyen teljesen homogén módon, megy minden irányba szétfelé, és, és tök jól érintkezik a, a húzallal, viszont pláne a, a fonott üvegszál, meg mindenféle fajta üvegszál amivel próbálkoztam, valahol mindig volt egy ilyen felületi egyenetlenség rajta, amiben nem dúzzad bele rendesen, és, és akkor ott mindig volt egy kis hotspot. Hát... Ideig óráig finom volt, aztán valahol mindig fölizzott, és akkor a szokásos hotspotos kellemetlen íz. Hát ezek a felületi kellemetlenkedések borzasztó. Igen. Nem úgy, nem úgy áll, ahogy te akarod. Jaj. És hogy nincs itt fifika, ugye azt is tudjuk kommunikálni, hogy miért nincs itt, mert medvelendbe ment ö, valamiért, nem tudom, A hogy vacsogni. miért, de fényképezett nekünk sok havat, fenyveseket, medvé, már hogy fa medvéket, meg ilyesmi dolgokat. Úgyhogy Valamikor holnap jönne haza, viszont holnap meg te se érsz rá, meg, meg én is rohanásban leszek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy maradjunk annál, hogy most ilyen szegényített üzemmódban dolgozunk, de küldött azért képeket onnan, ahol most van. A csegevarás zsöniáll, tehát én még ilyen cigit nem láttam, de hiánypótló, és és fifika, ha esetleg hallgatod majd az adást, de ha nem, rát fogok üzenni, hogy hozzá egy ilyet, ez nagyon jó lesz nekem a, a, Debreceni Egyetem kutatással kapcsolatban csegevaraként fogom szívni csegevarát. Kezdő ciginek? Igen. Hát nem, nem biztos lehet, hogy a végére, mert a fene tudja, hogy ebben, ebben milyen kátrány mennyiség van, de jól néz ki a doboza, a fumatul, down a grav, és a többi, és a többi, nem tudok románul, és el sem tudom olvasni. És mellette a, az aranyos kadvar, ugye? De mindenféleképpen sokkal jobban néz ki egyébként, mint a doboz cigaretta. De, nem, nem pont ugyanúgy néz ki? nem. Hát pedig itt az okosok az egészségpolitikában azt mondják, hogy Szinte megkülönböztethetetlen. Ha az van a, a kezedben, akkor mindenki azt hiszi, hogy dohányzol, és és újra normalizálja a papírba teker dohány elégetését. Most azon gondolkoztam, nem. azért nem röhögtem, mert talán épp a kollégáim között volt megint, aki azt mondta, hogy, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a cigarettával, mert ő bírja. És ugye, amiről beszéltünk múltkor, hogy MP podcaster kollégánk is azt mondta, hogy leálltam, aztán utána újraindult a gépezet. Ma küldött képeket az asztal jelenlegi állapotáról nála, és az asztalon látok három flakon alapot, nyolc aromát, fecskendőket, tűket, úgyhogy ő is a kevergetés rögös de gyönyörű útjára lépett, úgyhogy ez is aztán azt támasztja alá, hogy magad uramhoz szolgád nincs, ahogy én itt olvasok, ez valami Brain Impact, Pine Lime, valamilyen teás cuc, Tundra Kommando, hát Fahéjas Beigli, nem, Fahéjas Csiga, és Barack, uncsi Barack. Ú, uh, erről eszembe jutott valami, de Mi? nagyon összetett. Micsoda? agyalgattam itt az elmúlt néhány napban több külön egymással összefüggésben nem lévő ö, dolgokon, amik aztán végül mégiscsak találtak egy közös nevezőt valahol, és, és ez kavaró most már egy ideje a fejemben. Az egyik a, a Men in the High Castle sorozatnak a második évadja, amiről talán az indexen, talán a 444-en, most így nem tudom, de volt egy egészen jó spoilermentes összefoglaló, hogy miért lett baromi jó a második évad. És a másik, a Regiszilárd re kirohanása a civil szervezetek ellen, ami most így a, a napokban történt. A harmadik meg ugye itt a küzdelmünk a, a az elektromos cigaretta a történetében, és az látszólag három teljesen különálló sztori, és mégis össze, találkozik azon a ponton, hogy mind a három kapcsán eszembe ötlött az a gondolat, hogy, hogy mint a békát ugye lassan főzik meg, és föl se tűnik neki, hogy mind a három szituáció valahol arról szól, hogy, hogy kitolják az inger küszöböt, és ami korábban elképzelhetetlennek tűnt, az egy következő generációban már a legesleg elfogadottabb lesz, és úgy fosztanak meg minket a, a, a szabadságtól, meg a jogainktól, hogy igazából Mire észrevesszük, azok, akiknek hiányzik, annyira kisebbségben vagyunk, a többségnek annyira elfogadott norma, hogy, hogy már csak ilyen szóbeszéd útján terjedő ö, ö, városi legendává válik az, ami valaba, valaha teljesen elfogadott és hétköznapi volt. Hogy kicsit bővebb lére a dolgot, Ugye a Men in the High Castle oldalából ez az, amikor a, 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 náci uralom alatt megszállt Egyesült Államokban a következő generáció számára teljesen természetes, tehát valaha szabadság szerető amerikai nép egy generációval arrébb teljesen halállazán és nyugodtan él a, 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 náci rezsim keretein belül, és számukra ez teljesen természetes. A, a másik az a, a, a kapcsán, hogy, hogy még ez a mostani generáció talán nem, de hogyha ez az álmukfutás, ami itt megy itthon, megy még tovább, akkor elérkezünk oda, amikor ott is lesz egy ilyen generáció, akik, hogy civil szervezetek? Az mi? Hát az mi? Hát az mi? Hát teljesen természetes lesz ez a, ez a szabadság idegen valami, ami itthon meghonosodik mostanában. És hát ugyanez van az ECG kapcsán, és pont ez jutott eszembe a kollégádról, indult meg ez a nagyon hosszúnak ígérkező gondolatmenet, de mindjárt csendben maradok, hogy te is reflektálhass valamit, Sárli, hogy, hogy mi itt küzdünk, güzülünk, hogy, hogy visszaforgassuk az elmebetegséget abba az eredeti fázisba, amikor, amikor az elektromos szigarettázás annyira szabad volt, mint amennyire megérdemli, hogy szabad legyen és most jönnek az új elcigis emberkék, akik ugye a, nefi minden vágyakozása ellenére továbbra is szaporodik az elektromos cigaretta használók száma, és hogy ezeknek az embereknek már halál természetes lesz az, hogy be kell menni a dohányzóba, hogyha elektromos szigarettát használnak, és már nem is tudják, hogy milyen az, vagy elképzelésük sincs róla, jó nyilván kis túlzással, mert azért ez nem nehéz elképzelni, hogy milyen lehetett, de hogy, hogy nekik már egész egyszerűen nincsenek emlékeik arról, mert hogy nem is voltak soha ilyen szituációban, hogy szabadon lehetett elektromos cigarettát használni, és és valahogy ébren kell tartani ezt a lángot, és ütni a vasat, és tolni tovább az egészet, hogy hogy ez ne merüljön feledésbe, mert néhány év, és, és a világ legtermészetesebb dolga lesz, hogy azok az ízek, amiket te mondtál, azok már sehol nincsenek. Fahéjas csiga, meg ilyenek, ugyan már hát hova is gondolunk, sőt, ugye 2020-tól ízek sincsenek. Megszabják, hogy egy egy nézetméteres kis bigyóba kell bemenned, és ott használnod, de, de, de... ezek így. Óvatosan hogy... apránként tolják ki az inger küszöbünket, mint ahogy múltkor beszélgettünk arról, hogy 18 forintos barna szofi, most meg nem lepődsz meg a, az 1000 forintos cigaretta per doboz áron sem. Ugyanígy fogják kitolni, hogy hogy tényleg, aki, aki most tanában kezd vépelni, annak, annak tényleg természetes, hogy ugyanúgy visszajár a dohányzó helyre, csak annyi a különbség, hogy, hogy nem a, a, hagyományos cigarettát fogja ott ö, füstölni, hanem az elektromos cigarettával gőzöl, de neki ez természetes lesz, és majd ott fogadja a, a Nürnbergi perhez <laughs> hasonlítható Monik hadnagyféle ö, lefitymáló ö, szavakat és nézéseket, hogy mi az a szar, miért mérgezed azzal a szervezeted. Egyébként ö, nagyon remek ö, ez, hogy szóba került, mert képzeld el, tegnap jött nekem egy üzenet privátban a barátomtól, akinek ö, név nélkül mondok mindent, a barátom ö, elvált, és van két kisgyerek. És az új ö, párja elektromos cigarettázik. És ö, minden kommentár nélkül elkezdem olvasni neked a whatsappos beszélgetésünket. Charlie, küldj nekem valami magyar nyelvű cikket, hogy az elcigi pára nem káros. Köszi. Írtam neki, hogy videó jó, most megy a tévében, leszettük, és akkor ott van a vimeo link, ugye a BBC-s filmre. Azt mondja, szöveg is kellene majd, köszi. Például, ha gyerek beszívja, amit kifújsz, az nem káros, hanem semleges visszaírtam, hogy az lófasz, szinte kimutathatatlan, de van egy valag ilyen tanulmány, majd linkelek neked holnap. Ne felejtsem el linkelni, mert ez már ma van. Egy olyan, amit felfog, pont, pont, pont. A régi házastársa. Mondom, Éhaj, az ex neje besírt, hogy az új csaj elcigizik a gyerekei kö körében. Igen, igen, ahogy mondom. Vagy ahogy mondod, igen erre visszaírtam, hogy szinte éreztem, hogy valami ilyesmi lesz, most ez a probléma ugyan már. Azt mondja, mondtam, hogy hatástalan a pára, persze pofázik mindenért okoska. Visszaírtam, hogy linkelek akkor neki vagy ezer oldal angol tanulmányt ha ennyire ráérm, nehogy az legyen, hogy esetleg a magyar fordításaink nem hihetőek, mert mi fordítottuk, de mondta, hogy bőven jó lesz a magyar, úgyhogy bedobtam először az ECG infót, aztán bedobtam a Gözlér blogot, nem tudom ismered-e a két oldalnak a, a, cikkíróit, állítólag megbízható figurák. Ez tőlem kérde, Charlie. Igen. Szóval... Nem, nem, nincs szerencsém ismerni. Szóval ez így, bár, ez így, vicces, hogy, hogy, izé, hogy, hogy most... Látod, ilyenekbe is, ilyenekbe is az élet minden szegletébe belebújik ez a, ez a kételkedés csírája. De még milyen jó, hogy így duzzasztjuk az anyagokat legalább. Ha véletlenül valakiben fölmerül az igény rá, hogy szeretné olvasni, akkor van hova elirányítani. Ja, 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 ja. De persze nyilván ez nem, nem, nem is az elcigarettázásról szól ez a történet, hanem valami egész másról, úgyhogy az a van sapka rajta, nincs rap, sapka Igen, rajta, Igen, akkor, Igen, akkor is az lesz, de most éppen ezen csapódott le. Egyébként pont tegnap előtt voltam egy tárgyaláson, és mellém ült a, mellém ült a megrendelő, és elkezdte magyarázni tableten a, a layout elképzeléseit. Majdnem lefordultam a székről, olyan büdös volt, de tehát tiszta volt meg minden, csak tudod, még ezt elnyomom, puk eldobja a cigit, és bejön. És mikor mellettet beszél, fú, de tényleg a gyomrom fordult föl, és a feje, nem arra összpontosítottam, hogy mi a munka, hanem, hogy egy büdös, kettő, én is ilyen leszek két hét múlva. Két hét, bizony, pont ezt akartam mondani. Acélozd meg magad, Charlie, mert borzalmasan büdös leszel. Á, ah, el, el tudom képzelni. Ez a baj, hogy el tudom képzelni. Kemény azért, amit az Indexen olvastunk a héten, nem? Hát, Föl, fölborzolja az embernek a szőrt a nyakán eléggé. Akinek nem ö, lenne kontextusban ez a, ez a rövid mondat foszlány, ö, csak egy kiragadott részt említenék meg a tervezetből, vagy ötletből, vagy én inkább csak mémi gyárnak nevezném. A kormányzat azt szeretné, ha a civil szervezetekről szóló 2011-es törvényt módosítanák, egyebek mellett úgy, hogy a vezetőinek vagyon nyilatkozatot kellene tenniük. És ugye, hogy jövünk mi képbe? Hogy jövünk mi képbe? Van nekünk egy villanypára egyesületünk, ami bizony egy civil szervezet. Úgyhogy elképzeltem, ahogy Fifika kitölti a papírt. Jó napot kívánok! Van egy dóci ingatlanom, fával tüzelek, Ö kettő plusz-minusz egy birkám van, ami rendszerint a füvet nyírja, illetve kettő darab fix kutyám, vagy vagy, vagy én nem tudom. Tehát, vagy itt is majd az lesz, hogy ö, hazudhatunk, tehát nem is az, nem, nem, nem hazudhatunk, hanem átvehetjük azokat a ö, formulákat, panelokat, amiket ősz, ők szoktak irogatni a vagyonnyilatkozatokra, hogy mit tudom is én, egy 1700 négyzetméteres lakás 152 de, de és azt is kaptam édesanyámtól? Pont ezen gondolkoztam én is, illetve hát ezen sírtam és nevettem egyszerre, hogy a, a fidesz KDMP részéről vagyonnyilatkozatot bárkin számon kérni, hát az, ez a pofátlanság csúcsa. Egészen, egészen elképesztő. De hogy itt voltak sokkal-sokkal durvább dolgok is egyébként ebbe a történetbe, ugye a Rezsi Szilárd hogy miket is mondott, most nincs meg szóról szóra, de valami olyasmit magyarázott, hogy hogy őket a választók följogosították, amit aztán ö, nemzeti konzultáción is megerősítette a nép, és aztán a népszavazáson is megerősítette a nép, hogy azt akarja a nép, hogy eltakarodjanak ezek a civil szervezetek. És így mi van, ember, miről beszélsz? Ta talán a civil szer szervezet az utolsó... Ö Ö, kerékkötője vagy, vagy zabola, ami, ami itt a, a, kormányzati szervekre rátelepszik, rátelepedhet még, és most ettől akarják saját magukat megszabadítani. De tudod, ez tulajdonképp, ha jól értem, ez, ez miattam teszed. Az én érdekemben, ugye? fantasztikus. De egyébként, Krisztián, te el akartad titkolni, hogy neked mi? van egy aranydvarvod? Jó, ja, kaptam apukámtól. Nem már vagy az lett volna jó, más csak, jó, hogy, hogy... Ö, jó azt ö, elfelejtettem, bocs. De sikerült? Nem. Igen, igen, igen. Sikerült eltitkolni. Olvasgattam ennek a Dolognak ö, utána és fölmerült, hogy a, az orosz civil szervezet záló törvényt akarják majd átvenni, de most úgy néz ki, hogy inkább mégis a, a, az izraeli civil szervezet ellenes törvényt fogják honosítani, és hogy ez a végén mi lesz belőle, azt nem tudom, de hogy olvasgattam arról, és ez, ez meg a másik nagyon durva volt ebbe az egész történetből, hogy valamikor idén nyáron az e, Izraelben a, a felületesen olvastam az érintetteket, talán a Netanyahu, ő van ott most, aki csinálja a dolgokat, de aztán az is lehet, hogy már nem ő van, és csak valahonnan fölbugyogott az agyamból ez a név. Na lényeg, hogy az ottani főmájár is elment ilyen irányba, és az eredeti, és itt tessék figyelni, az eredeti izraeli törvénymódosító javaslatban volt egy olyan bekezdés, hogy a civil szervezetek vezetőinek megkülönböztető kitűzőt kell viselniük nevezzük Dávid csillagnak. Ezt, 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 érted? Ezt érted? hogy Izraelben bárkinek megfordul a fejében egy ilyen, hogy valaki a lakosságon belül megkülönböztető kitűzőt viseljen, hát ez, azt hiszem, nem, nem látok, a jól vagy, vagy mi van. Egészen elképesztő. Krisztián, te mocskos soros bérenc. Az, az, szerintem is az is. vagyok. És hát igen, nyilvánvalóan ugye a Rezsi Szilárd megnevezte azt a három e, civil szervezetet, aki nagyon-nagyon böki a, a, a kormány csőrét, természetesen a, a TASZ, a Helsinki Bizottság és a, az Amnesty International, az, az, az kb. az a három civil szervezet, aki még így nagyjából e, bárkit is képes emlékeztetni valamelyes szinten, hogy az emberi jogok és, e, e, és a demokratikus e, jogállami értékek, azok, azok, mit is foglalnak magukba. Olyanokkal indokolták egyébként, hogy ez a, ezek a civil szervezetek nem politikai szervezetek, nem kell választásokon részt venniük, és mégis befolyást próbálnak gyakorolni a politikára. És akkor valaki előhúzta azt hiszem a 444, hogy ajaj, szegény cöf, mi lesz a cöffel? <laughs> ha ezen indokok miatt ennek a háromnak mennie kell, akkor a cöf az negyedikként repül utánuk, mint, mint a SIC. Persze nyilván a baráti politikába beleszóló civil szervezetekkel semmi probléma nincsen, de hogyha ezt az egészet egy incifincit tovább gondoljuk, akkor ez itt arról szól, hogy civilek, tehát állampolgárok, állampolgárok nyomást próbálnak gyakorolni a politikára, tehát állampolgárok megpróbálnak beleszólni azoknak az embereknek a tevékenységébe, akiket ők választottak meg és ők fizetnek, hogy, hogy valami irányba terelgessék ennek az országnak a sorsát. Ezek a pofátlan, bunkó szemét állampolgárok nem úgy gondolják, hogy teljhatalmat kéne adni a politikusoknak, és aztán hátradönni, hogy jó, van, menjünk, amerre akarjátok, majd valami lesz, hanem ezek még bele is akarnak szólni, netán kritikájuk is van. Tehát, hogy, ha a sorok között olvasol meg az egésznek a, a, a gondolatmenetét, a logikáját, nézed, akkor ez valami egészen borzasztóan ijesztő. És, és mondjuk az elektromos szigarettához sok köze nincsen, úgyhogy egy kicsit mellékvágányra mentünk ezzel. Az elektromos cigarettához ennek az egésznek annyi köze van, hogy amíg a közigazgatás ilyen, ilyen, ilyen levegő van a közigazgatásban, és ilyen, ilyen búra, telepedik az egészre, az az abszolút melegágya mondjuk a Nefinek, az Emminek, meg az ANTS-nek, hogy, hogy mindenféle felelősségre vonásnak a, az esélye nélkül azt csináljanak, amit akarjanak. És ez, ez, a, ez az egyik legnagyobb bajom egyébként a, a, a nyilvánvaló egyéb dolgok, mellett, ez az egyik legnagyobb bajom, hogy pont azt a, a, a 4-6-8 évet kellett kifognunk nekünk az elektromos cigaretta szabályozással, amikor ez, ez az áldatlan közigazgatásbeli e, nem is tudom kimondani, hogy mi van, ami ilyen meleg ágya ennek a, te kussoljál, te állampolgár, te mit akarsz, majd mi megmondjuk, aztán az lesz, és felejtsél el minket. Úgyhogy így, hú, ez egy kicsit hosszúra sikeredett, Charlie. Nem baj az. <kül> Addig is ketyegett a, a percmérőnk. Hát, hát Én nem tudom, hogy, hogy tényleg ez a lehetne adást címünk, ez a This country is going to hell, tehát. <laughs> De nem is az, hanem úgy van, úgy, úgy megyünk a szakadék felé, hogy egy, egy ilyen baszott nagy lejtő, és, és a lejtő már lendületbe vagyunk. Még, még a civil szervezetek egy picit a kéziféget rángatják, de hát ha ezek a, ezek a majmok nem engednek a 21-ből, vagy 48-ból, vagy nem tudom, éhányból, akkor szar élet lesz itt. Az hagyján, de ugye a, a népszerűségi indexeket nézve még mindig vannak emberek, akik, akikben nem okoz ellenérzést az az irány, amerre megyünk, tehát nem az, hogy megindultunk lefele a lejtőn és gurulunk, és szerencsétlen civil szervezetek próbálják visszatartani, de hogy tömegek még mindig vannak hátul, akik tolnak, hogy menjetek már gyorsabban! <laughs> <laughs> ah, ja, édes Istenem, nem tudom, mi lesz itt, de nem, nem bíztató. És, és pláne akik, akik ülnek a, az autóban, amelyik gyorsul, ott is tudod azok a mondatok, és fűzzünk vissza a saját is témánkra. Nem mindegy, hogy lesz, úgy is megszerzem majd okosba, meg, meg olyan nincs, hogy nem lesz valahogy. Mindig volt valahogy. Vagy most is lesz? Hát igen, az a baj ezzel a hozzáállással, hogy elfelejtik föltenni a kérdést, hogy de kell-e, hogy így legyen? Hát nem. Hát nagyon nem kell, hogy így legyen, és aztán ezért is kellene megtenni mindent, ami módunkban áll, hogy, hogy, hogy tényleg egy kis féket próbáljunk vetni a, a gát, gátat átrobbantó őrület árjának. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy mi a cél, vagy, vagy, mi a, a magasztosabb eszme, ami, ami miatt, hát de tudom, csak hát tehát ez iszonyat nagy farság lenne, hogyha, hogyha azért csinálnák, amit, amit én gondolok, de ne, <tosz> De most az ECG-re gondolsz. Igen, Krisztián, nem ezek annyira é, én, én ezen is nagyon sokat gondolkoztam az utóbbi időben, és még nincs meg. Egy nagy cikket akarok kanyarítani belőle, csak még mindig formálódik a, a fejembe a dolog, hogy így eh, WHO, dohányzásfókuszpont, szekták, eh, egyéb aspektusból vizsgálva a, a történetet, hogy mi megy. És egy kicsit át is értéke, értékelődött így a fejemben egyébként a a valószínűsíthető motivációk és egyebek halmaza, de érdekes, érdekes formálódik. Majd, majd megszülöm, és akkor kibeszéljük. Mert hogy nem régiben jött ki az elmúlt néhány napban a WHO-nak megint egy újabb szösszenete, ami most gazdasági szempontból veszi górcső alá a dohányzást és a dohányzás különféle problémáit. És abban hangzott el, vagy hangzott el, hát abban van egy bekezdés, ami nagyjából úgy szól, ez is nincs itt előttem, kicsit félnadrág vagyok most, kevés időm volt foglalkozni a, a hírekkel, meg az átnyálazásukkal, de hogy valahogy úgy szólt a történet, hogy az egyes államok megfontolására, annak a megfontolására buzdítják a WHO részéről az államokat, hogy fontolják meg, hogy eltérő módon sújtsák adóteherrel a különféle dohánytermékeket, vagy dohányterméknek hazudott nem dohánytermékeket, mint például az elektromos cigaretta. Ez az én hozzáfűzésem annak függvényében, hogy milyen mértékű egészségügyi kockázatot jelentenek ezek a termékek. Ami alapvetően egy egészen, már, már azt is mondhatnánk, hogy ez milyen meglepő fordulat a VAO részéről, hogy belát ilyen dolgokat, hogy mondjuk egy legalább 95%-kal kevésbé egészségkárosító dolgot, ne már meg annyira durván adóteherrel, mint a, a cigarettát, meg a vágott dohányt, meg egyebeket. De aztán folytatódik a bekezdés tovább, mert hogy ennek az a lényege, hogy akkor kicsit afelé tereli a lakosságot, hogy inkább válaszon kevésbé egészségkárosító alternatívákat, és amikor már kellőképpen lecsökkent a népszerűsége a, a hagyományos dohánytermékeknek, a legkockázatosabb dohánytermékeknek, akkor majd jól be lehet szüntetni ezt az eltérő ö, adóterhet, és jól megadóztatni mindenféle fajta dolgot, aminek távolról is köze van a dohányzáshoz, és akkor így arra jól rá lehet majd venni ezeket az embereket is, akik kockázat csökkentett kockázatú termékeket használnak a mindennapok során, hogy azzal is fölhagyjanak, és akkor így annyira közel kerülünk egy teljesen dohányzásmentes társadalom ideájához, hogy ihaj, csuhaj, és hogy itt, itt, itt bújt ki a a zsákból, hogy igazából nekik nem elég az. Tehát az egész dohányzás pontosan tudjuk jól, hogy, hogy arról szól, hogy az emberek irgalmatlan mennyiségben töglenek bele, elképesztő mennyiségű egészségügyi költségvetési terhet ró a társadalomra, és egyéb járulékos negatívumon is vannak társadalmi tekintetben. Tehát ezzel foglalkozni kell. És hogyha ezek az emberek átmennek kockázatot, vagy csökkentett kockázatú termékek használatára, mint például az elektromos cigaretta, ami az elmúlt, 10 év alatt egyetlen embert nem lehet fölmutatni, akinek bármiféle egészségügyi kockázata, persze tudjuk, tíz év rövid idő, de 10 év alatt azért valaminek már meg kellett volna jelennie, vélhetően, hogyha itt bármi probléma lenne. Tehát tegyük fel, hogy minden dohányos, tényleg csak pusztán a, 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 a móka kedvéért, tegyük fel, hogy minden dohányos elkezd elektromos cigarettát használni, és a dohányzás negatív társadalmi, költségvetési, stb. egészségügyi problémái, mondjuk így 10-20 év alatt ki, ki, kigurulnak a világból, és eljön egy olyan ideális pillanat, hogy egész egyszerűen nem létezik a dohányzás problémája. Nem okoz semmiféle problémát, azon kívül, hogy mondjuk Charlie málnai illatú dolgot szív, mert neki ahhoz van kedve. Én most én is málnát szívok, na mindegy, ez a volna a fedébe. És tehát érted, hogy mire akarok kiukadni, hogy igazándiból megszűnik az a probléma, ami miatt a dohányzás korlátozni kell, mert már senki nem dohányzik, maximum elektromos cigarettáznak. Ezeknek még ez sem elég. Tehát ha már nincsen kimutatható károkozás, akkor is tovább kell menni, hogy végérvényesen száműzünk mindent, mindent. Tehát itt, itt jön ki a veleje igazándiból szerintem a, a WHO motivációjának, hogy ezek az emberek, és hú, nagyon jó lesz a cikk egyébként, ha elkészülök vele, ugye ott volt a, a COP7 kapcsán a, a Féth Goldinak a videói, amikor, amikor kidobták Igen. A, a sajtó sajtómunkatársat, meg amikor kérdezgette a kanadai jelöltet, hogy... hogy Kanada egy sajtószabadság mellett kardoskodó sajtószabadságot szerető ország. Mi történik vele, hogy eljön ide erre a konferenciára, és zokszó nélkül megszavazza, hogy a sajtót zárják ki. Tehát, hogy így ezek a dolgok mi van. És tényleg olyan az egész, mint egy szekta, hogy van egy szűkör, aki ebben részt vesz, és, 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 szerintem már ilyen, ilyen kicsit talán így az elmúlt néhány évtizedben a fejükbe szállt a, a, hatalom ebből, és azt gondolják talán, hogy, hogy ők az egyetlen felszent, felkent védőbástyái az emberiségnek, akik igazán frankon tudják, hogy, hogy mi van a dohányzással, és csak nekik van joguk arra, hogy ez bármiféle iránymutatás, döntést, javaslatot hozzanak, bárki más, aki nincs velük egy véleményen, az ellenük van, az a dohányipar az Isten tudja, hogy miféle rossz, kétes alak. És hogy van ez a kis, kis git egylet, ami nem hajlandó, iszonyat tíz körömmel kapaszkodik bele, hogy mi vagyunk azok, akik itt bármit megmondhatnak ebben a, ebben a témában. És itt van, hogy nem elég, tehát nekik még az sem elég, hogyha a dohányzás negatív társadalmi hatásai megszűnnek, nem, tovább kell menni, mindent, az íromagját is kiírtjuk, ami valaha is bár távolról emlékeztethet. Bárkit is a, a, a dohányzásra. Szóval ez az, ami szerintem elképesztően ö, ö, brutálisan ö, veszélyes ö, ebben az egészben, és ami, a, ami, ami megmutatja a, 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 azt, a, azt a nagyon nem szép ö, valamit, ami benfortyog ebben a, a, az egész EHO-FCTC, meg a kis ö, vadhajtásaik, illetve csápjaik, mint a nefi dohányzás fókuszpontja működésében elképesztően ijesztő, elképesztően ijesztő, és nem tudom, te hogy vagy vele, Charlie, de nekem a belem kifordult tőle, és hogy így ne, nehogy már, ne, nehogy már. Hát a belem azért nem fordul ki, az nem lenne túl egészséges, de, de mindig azon, azon döbbenek le ilyenkor, hogyha tudod, az a, ez a, ez a Struc politika, hogyha te mondasz egy, egy, egy érvet, egy észérvet, egy tényt, egy bármilyen olyan adatot, amihez hozzá tudnak férni, ellenőrizni, tudják, hogy mit tudom is én, miért károsabb a cigaretta, miért kevésbé káros az elektromos cigaretta, miért jobb ez, miért rosszabb az, akkor... Vaj, máshogy mondom. Ez egy olyan beszélgetés, mint mikor... Ö, ö, mondjuk te beszélgetsz velem, és ki van kapcsolva a mikrofonod. Te mondod az érveidet, de én nem hallom, mert nem akarom meghallani, mert lenémítottam a fejhallgatómat, és te azt hallod, hogy én mit mondok. Tehát ez engem, ez az, ami fáraszt, dühít, elborzaszt folyamatosan, hogy se... Tehát azok a tények, amik évek alatt föl mutatva a tök mindegykinek az Eminek, a, az FDA-nak, a WHO-nak, azok így, mintha így, így, az meg nem is látnák, vagy nem is értékelnék azt, amit eléjük rak. Tehát ettől kapok én, én agyhúgy követ, hogy akkor mégis hogyan lehet őket meggyőzni. Akkor, tehát hogyha úgy kezdeni Ugyan a lehet, komolyan vagy, venni egyáltalán így? Mondjad? Hogyan lehet őket komolyan venni így egyáltalán? Ő de biztos, nem biztos hogy mondtam gondolja. mondtam az elején azt a triót, hogy WHO. Szerintem, hogyha úgy kezdenéd pont nekik a mondatot, és hogy, hogy valóban az elektromos cigaretta ördögtől való, akkor így a fülüket kihegyezik, és utána folytathatod. De egyébként sokkal egészségesebb, mint a hagyományos dohányzás. Mondjuk ott már hamar bezárnák a halójárataikat, de de akkor tudnád, hogy hogy hallgatnak, vagy, vagy én nem tudom. Nem, hát ö, tényleg nem véletlenül említettem abba a hármasba a szektákat is, tehát hogy ez, ez, ez egy ilyen klasszikus szekta hogy ö, valaki elkezd valami olyasmit mondani, ami ellenkezik a te nézeteddel, akkor nem mondjuk egy ilyen kis ö, véleményütköztetésre kerül sor, vagy véleménycserére, vagy valami, hogy aha, nehagyj Isten, tanulj belőle, hanem így befogod a füledet és üvöltesz, hogy lá lá lá, nem hallak, nem hallak hogy, hogy nagyon, nagyon ijesztő, hogy így, így működnek. Hát nézd meg a, 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 a perek kapcsán is, amiket megengednek maguknak. Na, hát jön egy adatigénylés, és megkérdezem tőlük, hogy miért nem vették figyelembe a teljes tudományos ö, szakirodalmat. Jön a válasz, mi a teljes tudományos szakirodalmat figyelembe vettük. És akkor a perbe megnevezek tanulmányokat a tudományos szakirodalomból, és erre közlik, hogy hát nekünk nem dolgunk, hogy mindenféle interneten megjelent anyagokkal foglalkozzunk, ezeket feldolgozzuk és ismerjük. Ember, te mondod, hogy a teljes szakirodalmat feldolgoztátok. Nem, nem egy blogposztról beszélek, hanem egy doi indexel ellátott peer-reviewed tudományos tanulmányt, amit a ti állítások szerint figyelembe kellett volna, hogy vegyetek. Hogy hát nekünk arról nem kell tudni. Ez a kettős mérce, ez a, ez a pofátlan uh, prekoncepció, uh, szelekció, iszonyat, iszonyat. És, és ezért mondom, amikor mondom, hogy ez a mostani közigazgatásban lévő szituáció, ez elképesztően kedvez ennek a, 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 a dohányzás kontroll szektának mert, mert teljesen mindenféle uh, kontroll és, uh, és, átláthatóság nélkül tudják csinálni, mindenféle felelősségre vonás nélkül uh, azt, a, amit csinálnak, iszonyat ijesztő. De még szerencsé, hogy van néhány ilyen jóképű fiatalember, mint például te, meg jó magam, akik ezt annyira nem hagyják abba, bár néha időnként teljesen olyan, mint szembeszélbe pössenteni, de. de. De muszáj valahogy csinálni ezeket a dolgokat, basszus, mert különben tényleg ott leszünk, hogy egy nap fölkelünk, és már mi se fogunk emlékezni rá, hogy milyen volt szabadon elcigarettázni, mielőtt elmebetegek addig csürték, csavarták volna a tényeket és a valóságot, ameddig a... Ja, és ez a másik, bocsánat, ezt így közbeszúrom, hogy a, a legjobb ebben az egészben az az, és ez iszonyat veszélyes, mondjuk a, a közigazgatási struktúra, meg a közigazgatás működése szempontjából, hogy a, a jogalkotó, a, a, a döntéshozó fönt a parlamentben igazából, í, hogy így le vannak delegálva a feladatok lefelé. És ugye a az Emmi benyújt egy törvénymódosító javaslatot, amit aztán megszavaznak, és bíznak benne, hogy az Emmi, mint szakpolitikai szerv, az nem fog hülyeséget csinálni, tehát alapvetően kvázi feltétlen bizalmat élvez az alatta lévő kis egység, ami produkál valamit. És ezek az őrületek ugye a legalján kezdenek el, mint a, a mocsárban a metán buborék, az ott keletkezik, és aztán is szépen lassan elindul fölfelé, jön, jön, úgyhogy a Nefi DF kitalál valami baromságot, és az így fölbugyog az emmi, az emmiből tovább bugyog a miniszterelnöki hivatalig, aztán valaki ott majd benyújt valami törvénymódosítót, megszavazzák, és mindenki abban a tudatban teszi ezt, hogy alapvetően aki alatta végezte a feladatát, az biztos, hogy maradéktalanul teljesen jól, szakszerűen járt el, és, és amire ő a pecsétet meg az aláírását tette, az ott rendben van. És... És Pont itt van a probléma, hogyha itt bármiféle probléma van tényleg, tehát ebben a folyamatban valahol ö, disznóság ö, történik, az rohadtul nem derül ki. És ö, itt vannak a civilek, mint például te meg én, és ha ennek a folyamatnak valahol valamelyik szakaszába elkezdünk sipákolni, lásd a közérdekű bejelentést, lázd az összes többi ilyen típusú dolgot, hogy ó, oh, ó, oh, 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 ezt azért meg kéne nézni, ami onnan kijött a kezük alól, mert a problémák vannak bele, benne, és nem foglalkoznak vele. Tehát a, a, ez a. nem tudom, hogy ez ennyire tévetetetlennek hiszik magukat, vagy ennyire arrogánsak, vagy ennyire. E, irigyek úgymond arra, hogy nehogy már itt egy civil jöjjön és megmondja nekünk, amikor nekünk itt szakintézményeink vannak, miről beszélnek ezek, hogy, hogy, úgy megy végig egy ilyen, alapvetően egy, egy őrület jut el közlöny állapotig egy jogszabály formájában, hogy, hogy képtelenség menet közben rávilágítani hat hatós módon, hogy abból bármi is történjen, hogy itt bizony kurva nagy probléma van. És és ez engem, nem tudom, mert néhány hete fogalmazódott meg bennem ez az egész történet, hogy a, a mai magyar világban ez az élet megy tovább elve érvényesül. Tehát hoz a kormánypárt egy teljesen kártékony, teljesen őrült szabályozást. Kit érdekel? Az élet megy tovább. Ameddig nem annyi embert károsítasz meg egyszerre, hogy mondjuk a fél ország odavonuljon a kis aputó kapott nyaralód elé, és pofán vágjon, hogy megférdüljön háromszor a fejed, addig, addig ezek nem, mert mint a netadóval volt, ha emlékszel rá. Kicsit Igen, csak, csak okosan csinálják, mert, mert tudod, mindig így kis lépésekben ö, tolják ki, tolják ki az inger küszöbödet, ö, és aztán ez a végén a sok kis lépésből ebből a... Ez olyan jó, mint, mint a mi a tököm ez a megyei matrica? Ami alapvetően egy tök jó döntés lenne, hogy megyénként tudok matricát vásárolni. De alapvetően el van baszva, hogy mondjuk Budapest tehermentesítő útjait, mint például a kivezető szakasz mondjuk az M3-asnál, vagy az M0-as, ami a teherforgalmat tudná csökkenteni, az átmenő forgalmat a városon, azt meg ott is fizetni kell a szakaszért. Tehát ja. én például nem tudnék úgy, haza tudnék úgy jönni ilyen kis kerülő utakon, meg hátsó utakon, na de nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy kötelezővé tették, és ebben az évben már elhangzott, hogy micsoda fellendülés, mert mert úgy adták elő, hogy ez csak évi 5000 forint, meg az anyám kínja, és aztán az ember így belenyugszik, beleül a meleg, langyos iszabba, de ugyanez elő fog még egyszer jönni majd, mikor a, a dugódíjat bevezetik Pesten, hogy jaj, hát mi az az évi, mit tudom, és 3 ezer forint, igen, csak akkor már itt van ez az 5 amiben már belenyugodtam, ott lesz még 5 ezerem, amiben, hát csak 5 ezer, mi az, az meg 500 forint havonta, annyi se, abba is belenyugszol, az már 10 teljesen fölösleges kiadás egy évben, tehát ezeket az apró kis, kis odapöccintet, kis fikadarabokat, ezeket így mindig a szádba pöccintik, te meg, hát ez csak egy kis darabka lenyelem. Még egy kis darabka, ezt is lenyelem. Fölfordult a gyomrom ettől a de ez megy, de ez megy. Ez megy, és teljesen jó példa, mert igazán, én is itt nem, tépem a hajamat, hogy, hogy szűkebb csoportokat szopatnak, és nincs meg az áthallás a kettő között. Tehát Ö, például engem viszonylag hidegen hagynak ezek a, az autóutakat megzáródó, Persze látom, hogy, 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 negatív, de hogy alapvetően ez nálam nem veri ki a biztosítékot, mert hogy nekem jogsim sincsen, nem járok autóval, meg minden. Ö, de hogy, hogy, így megy, mert egy, egy, amíg egy kis réteget szipolyoznak meg valamivel, addig nincs nagy baj, mert addig nem kell föl az ember a helyéből, vagy ha fölkelnek, akkor mint egy klasszikus elcég is tüntetés, oda mennek kétszázon, és jó van, ezekkel nem kell foglalkozni. És, és hogy, hogy, érdekes, hogy engem sem hat meg ez. Igazából mondjuk nekem ennél komplexebb problémám van az egészszel, tehát egy, egy -e, föntebbi szinten próbálom szemlélni, hogy maga a, 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 mentalitás, ami mögötte meghúzódik, az, az a problémás, de nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy itt van, hogy például engem ez, ez nem hat meg, és nem szívesen mennék ki mondjuk tüntetni, baromi sok dolog miatt voltam kint tüntetni, de speciál mondjuk így az autódíjak miatt, vagy autópályadíjak miatt, meg az összekötő utak, meg ezek a megyés bizbaszok miatt nem biztos, hogy kimennék így a mínuszokba. Holott igazából rohatú mindenért ki kéne menni mindenkinek, és egy kicsit szolidárisabbnak lenni, és belegondolni a másiknak a, 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 a helyébe magad, és akkor lehet, hogy egy kicsit előrébb lennénk, ez nagyon politizálós lesz ez a mai adás, Charlie. Ja. Hát de úgyis lehallgatnak minket, hát megbaszhatjuk. Hát na jó. Ja. Is. Ja, ja. De mikor mondtad, hogy jégnek állt a hajad, akkor egy kicsit vidám a vizekre evezvén. Jó, te már tudod, mire gondolok. Te is megkaptad a magadét. bár Megkaptam a magamét. Bár megint. szörnyeteg Lajos tényleg legalább a kezével végig simíthatott volna a királyi lombkoronán, Direkt de... fölborzoltam, miről beszélsz? Ja, hogy direkt fölborzoltad, sőt, Persze. a pulcsiba háromszor berebújtál, hogy, hogy föltöltödjél, és így égnek álljon a hajam. Igen, igen. Nem látszik a képeken, de ott egy ilyen, hogy hívják, statikus elektromosság gerjesztő bígyót nyomok a lábam mellé, és az így égnek állhatja a hajamat, mint a visszajövőbe a, a prof., de nem, 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 nem. Nem már pont akkora a hajam, hogy ebben az állapotában, természetes állapotában ilyen szopott gombóc fejem van, és már rég le kéne nyírni, de hát mínusz 20 van kint, úgyhogy tól ki fogja lenyírni a haját. Úgyhogy alapállapotában borzalmas, ezért föl kell borzolni. Ezért jó hm. a hoodie, mert hogy azt ráhúzod a fejedre, hogyha fázik a tarkó, de hogy én szoktam. Na mindegy, hát az a lényeg, az hogy megkaptad. Rendes gyerek ez a Baxter, na basszus. Igen, megjött, megjött. Nagyon-nagyon ültem neki, nagyon klassz, passzentos, Úgyhogy majd díszelekhetünk benne a... <szerűen> Ahogy tegnapi adásban Blackivel beszéltünk, páváskodhatunk, Krisztián. <szerűen> páváskodhatunk, mekkora jó szó. Igen, páváskodhatunk a feketében. Igen. <szerűen> 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 a tiéd az mekkora egyébként? MS? Igen, igen. Na, hát ez a durva. Két XL-es kértem, és normális méret. Hát tudnak ezek emberre gyártani. Ez nem Magyarország. Abba fogok lemenni. Nem, nem. Nem mehetek abba izére. Debrecenbe tele cigizném a pulóvert. Nem lenne autentik a dolog. Hát én már tegnap is majdnem mondtam, hogy az csak azért 2x-el igazából, mert ugye a statisztikákat szemlélve a túlsúly az lényegesen jelentősebb probléma az Egyesült Államokban, mint mondjuk Európának, úgyhogy lehet, hogy ott azért tolnak a skálán, hogy a, a nagy többség hogy rosszul érezze magát, hogy miért kell nekem 5 x Nagyon maradom, vigyázzál mert... arra, amit beszélsz. Nagyon vigyázzál. De, Elkaplak... de igen, azt... <laughs> De igen, az. De hogy, hogy igen, nem akartam ezt mondani, mert hogy a végén elkapsz, de ha már így kibudjant, akkor kibudjant, hogy tényleg lehet, hogy ott arrébb a skálát, hogy az átlagpolgár jobban érezze magát, hogy kevesebb X van rajta, igen. Mint, mint ő azt gondolná. Aztán itt meg nálunk sokkal finomabb a skála, és így el lehet jutni a sok X-es dolgokig. Nem lehet eljutni igazából, mert a, a... A magyar boltokban én csak a... tehát hadd ne menjek már el egy, hogy hívják ezt a ilyen mamutbolt, vagy tehát ahol ilyen, tudod, ez a 3x-től fölfele árulnak ruhát. Igen, a na nagy emberek boltja. Igen, Ján, de állja. hát na bazd meg, hát hadd ne már ilyen, ilyen tehénen a gatyá. Ha meg kint vagy, vagy kintről kapsz ilyen ruhát, akkor ha nagy, akkor is valahogy úgy normálisabban áll, tehát nem ez a izé, két lepedő összevarva, és akkor ott az rád fél, és ez csak egyik és nem, hát... Igen, ez megvan ennek a konfekció öltözködésnek az a problémája, ugye, hogy a, a, a dimenziók azok mind a két irányba mennek, és akkor a háromból csak két dimenzióval, tehát hogyha mondjuk nő az x széltébe, akkor hosszába is növesztik. Hogy, hogy arányosan legyen nagyobb minden irányba a, a, a dolog, és hát ez nem feltétlenül biztos, hogy, hogy jó. Nekem például az MS egy incifincit rövid a hosszába, mert ugye én most vékony vagyok éppen, ellenben nem vagyok alacsony, úgyhogy az, hogy arányosan csökkentik a méretét, az egyben azt is jelenti, hogyha ha megpróbálom kicsavarni a villanykörtét, akkor a köldököm még fölcsúszik minden, ami rajtam van. Na, hát akkor ez a kinga feladata lesz a villanykörte kibecsavarása. Egyébként ledöbbentem, hogy ha már átcsaptunk a Ecigiből a kommunistás podcastbe, utána meg a ruha konfekció méretekbe, akkor épp minap nézegettem a, 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 kinti sportruhákat, hogy, hogy aki nézi az Instagramot, azt tudja, hogy, hogy, mi lesz, aki ismer, tudja, hogy hova megyek, és nézegettem az amerikai focis mezeket. Én, én foci fan vagyok, és e, például Erronnal nagyon jót lehetett erről beszélgetni a kocsiban, e, kibeszéltük kinek melyik a kedvenc csapata és miért, és e, megdicsért, hogy jó választás egyébként, mert ha nem Patriots fan lenne, akkor Broncos fan lenne, oké, okay. e, és megnéztem, hogy na hát mégis tudod, milyen mezárak vannak. Azért nyugtass meg hogy a sportruhában, a fan sportruhákra gondolsz, és nem a játékos mezekre, mert hogyha mondjuk megjelensz a podcast találkozón, szűk nadrágba, és <laughs> hatalmas váltomésekkel, akkor lehet, hogy lefordulok a székről. Háború! Nem, 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 nem olyanra gondolok, persze. Ö, és nézegettem a mezeket, mondjuk Miami Dolphins, ott kezdődött, hogy 70 dollár, hát mondom, jó, de ez még gagyi, ez még gagyi, hát nézzünk valamit, ami igazán meznek néz ki. Oké. Okay. 140 dollár, oké, okay, 240, de Marino aláírással, aki egyébként egy nagyon híres uh, focista volt, de olyan híres, hogy 10 év után is még mindig az ő aláírásával értékesítik a termékeket a Dolphinsnál, Nél, hosszhez-höz, uh, az ott kezdődik, hogy 300 dollár fölmegy egész 1200-ig. E me mezről Mi beszélek, van? Christian. Mi egy egy kibaszott mezről. Akkor utána most megnéztem, hogy. hogy nekem ugye nem szezonban megy, tehát nem foci szezonban megyünk, de ha mégis akkor. Most megnéztem, hogy mi lenne, ha kimennénk, tudod, így eljátszik az ember a gondolata, mi lenne, ha kimennénk megnézni a Super Bowl döntőt. Aha. Aha. Kapaszkodj, kapaszkodj. Egy kisebb ország GDP-je. Hát a legszarabb, legolcsóbb ülőhely jegyár. Kérlek, mondj egy összeget. Dollárban. 2000 dollár. <laughs> Krisztián, amatőr vagy. 4700. Mi van? A, ez, ez, ez az, ahonnan tulajdonképpen a pár nem látod, csak elmondhatod, hogy ott voltál. De nagy általánosságban 8700-tól és ö, megy 18000 valameddig, de ez még mindig nem a VIP, csak a, a, a kiemelt ülőhelyek. 18000, Christian. Négy, és tele van a stadion, félre ne értsük, 4 millió forintot elbaszol egy, egy Super döntői döntőjegyre. Egyedül mész. Tehát a haverokkal, vagy mondjuk elviszed a feleséged, hopp, 8 millió, hello. És képzeld, mikor valaki erre vesz föl hitelt. Hmm, az metál. Na, szóval nem megyek Super Bowl döntőre. Lehet, hogy a Lycofilms koncert olcsóbb lesz. Hát, és a Lajkó Félix koncerten most 2000 forinttal drágább volt a jegy, mint tavaly ugyanilyenkor, és már egy kicsit húztam a fogamat, hogy mi történt tavaly óta. De ezek után azt hiszem nem, nem. nem. Hát azért annyit tegyünk hozzá, hogy ugye nekem nagy kedvencem lesz most majd a, a halftime showban, és azért kezdtem el tulajdonképp nézegetni, de de az a baj, hogy a feleségem nagy kedvence is, és akkor így csak egy halftime showért kiadni 8 millió forintot azért az erős barokos túlzás lenne, hogyha mit tudom is én a, a mennyi most a minimálbérnek a nem tudom én hány száz szorosát <coughs> dobnak ki az ember kettő darab jegyre, amiért mondjuk 6-7 órát ül a, a focipálya mellett jegyzem meg február környékén. Hát az elmebeteg. Hát, ja, és azt gyorsan szorozunk be 80 ezerrel, mert körülbelül annyi a befogadó képesség a stadionnak. 80 ezerrel. Az kicsit több, mint a duplája mondjuk a még a régi lebontott uh, népstadionnak, a szabadtérinek, a megnyitott karéjokkal együtt. Elmebeteg méreteké. Ah. Egészen elképesztő. Piu. Nem tudom, valami olcsóbb hobbit kéne keresnem. Az E-cigit mondjuk. Írt vala valaki valamelyik csoportban, ö, azt be is rakta valaki, keresek vételre E-cigit. Összeghatár... hosszú legyen. Összeg határ 10.000 forint. Keresek megvételre E-cigit, lehetőleg módos szubtankot egyben, jöhet használt, új állapotú. Kimit mit ajánl, így ahogy mondom, ajánl. <laughs> Krisztián, lőjé tarkon, bazd meg, de komolyan. Mód. Valami jó módot. Módos tankot. Egyben tízezerért. Normális tankot nem kapsz ennyiért. Zárója bezárva. Blackie, jó, hát, próbálkozni kiakadt lehet. Ki a Blacky is? Én azt ajánlom, hogy álljál Odéb, mert pofán leszel baszva minden magyarul beszélni tudó nevében. <síthat> Elindított a Boris egy, egy olyat, amire tudod, sose kattint az ember, hogy ki lennél, ha? Na most ez a melyik v hasonlít hasonlítasz? vapercelebre hasonlít hasonlítasz? Nem Jaj, tudom, az szembe nem jött veled? Nem. Mert Igen. mostanában ez pörög. Ö, úgy voltam vele, hogy jó, az meg megkattintom. Képzeld, benne vagyok én is a listában, mint v Celeb befosol. Láttam, láttam. Azt is, hogy kire hasonlítok? Azt nem. Ó, édes Istenem. Mond neked valamit az a név, hogy Joci. Ezek szerint Ö, nem. Most így hirtelen Jó, addig jó egyébként. Tehát Joci az, aki arra, arra, fogja, hogy le vagyok százalékolva, gyere aztán, ha megütlek, úgyis nekem ad igazat a rendőr, mert én le vagyok százalékolva. És mindig a fogyatékosnak adnak igazat. <laughs> jó, oké. Okay. Na, tehát én rá hasonlítok. De egyébként a Fintorsanyi is, aki, aki most részt vett a kutatásban, tehát hála istennek nem csak én egyedül, daró Gábor rám hasonlít. Bágyi Jó, Krisz... de ez ugyanaz a cég csinálja, ami az összes többi ilyen, ilyen bugyutaságot, ami két naponta jön valamilyen elbaszott, erőltetett, hülyek víz, meg, meg ilyen ki a lelki társad, meg a kénye, tehát ez bo borzalmas, buták ezek a. Igen, ilyenkor azt javaslom egyébként Hisz, mindenkinek, szarog. hogy miután kiröhögte magát ezen, és megosztotta a falon, menjen be a beállításokba, és és az adatvédelemnél az alkalmazásoknál vonja vissza az alkalmazás engedélyt annak az alkalmazásnak, hogy, hogy ne tudják felhasználni se e-mailt szívet mindenféle dolgokra meg eladni, meg a tököm tudja, fene tudja, hogy honnan jönnek ezek az applikésenök. Jó. Ja. Ja, pont ezen gondolkoztam egyébként, a, nem tűnt, néhány hónappal ezelőtt találkoztam, és már egy már-már érdekesnek tűnő kvíz volt, és átmentem, és kérte volna az adataimat, és úgy fordultam vissza, mint Ihaj, hogy, hogy valószínűleg ez az egész erre megy. Tehát tényleg elképesztően gyenge minőségűek, meg nem, legalábbis az én ízlésemnek nem annyira jópofák ezek a, a, a kvízek, viszont nyilván a na nagy tömegek ízlésének kell megfelelni, nem az enyémnek, és hogy szerintem ezek így, így, így halásszák be aminél több Facebook ö, jogosultságot. Más értelme nem lenne, mert igazából tényleg. Emlékszel az első ilyen alkalmazásra? Mm, hát most így nem. Én még mindig emlékszem, soha nem fogom tudni kitörölni az agyamból mert... a mi lenne a Dakota Indián neved. Jaj, tény... Amit egy aranyékszerrel forgalmazó Facebook oldal így húzott be több százezer lájkot like magának. Úgyhogy tényleg csak óvatosan ezekkel a megosztásokkal még akkor is, hogyha Boris volt a kijött a Borisnak megküldhetünk majd esetleg valami péniszkorbácsot. korbácsot. Már, ha így fölvet minket. <laughs> Dart Vaper Mi van? El nem tudod képzelni. Megfogom. Hát a, a Blackinek valami ilyen hülye nevet adott. Most rákattintok még egyszer, hogy, hogy mit ad ki vajon nekem újra. Eredmények előkészítése, adatgyűjtés, zseniás adatgyűjtés. Most az át az összes ismerősödet. Igen. <gül> <gül> Megakadt. Nem akarja az igazságot. És valószínűleg most tapsikolnak az ukrán adathalászok. <laughs> Ezt nem hiszed <laughs> el, hogy megint a jó jött ki. A kurva eget. Hát csak elmenti az előző találatát. Tehát az 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 az, 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 az lenne, hogyha minden egyes futtatásnál másra hasonlítaná. Tehát azért gondolom egy rekordot egy adatbázisban szánnak rád. Na annyit a rekordról meg az adatbázisról, hogy ugye van nekünk egy ö, ö, Patreon oldalunk, ahol gyűjtjük a támogatóinkat. Természetesen most is köszönjük nekik a támogatást. Köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És ezzel kapcsolatban a legújabb uh, újítás, fejlesztés az az lenne részünkről, hogy uh, akik támogatnak bennünket, azok egyelőre tesztüzemben, tesztüzemmel, de a leg... Jaj, 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 jaj várjál! Oh, Megörcsölt a combom! Oh. Szóval a tesztüzemben a... az összes támogatónk kapna ilyenkor hozzáférést, és az adás felvételének pillanatában értesíteni őt a rendszer, ahogy elvileg most is, csak valamiért itt a a Patreonnak a botja most offline, azt még hegezgetem, meg farigcsálom majd, hogy kap egy értesítést, és hogyha fut az alkalmazása, akkor, akkor egyből be is tud csatlakozni. Hozzászólni beszéddel, hanggal nem tud, de tudni fogja majd hallgatni a, a beszélgetésünket már egy nappal az adás kitétele előtt, tehát mit nekem előbb kitett show notes, meg mit nekem podcast feed, ők már előre a vágatlan nyers verzióba bele tudnának kardlózni. Az elképzelés úgy gondolom, hogy jó. Majd ki, ki játszuk ezt, hogy hogyan lehet, mint lehet, hogy működjön is. Egyébként meg tényleg minden, minden platformon ott van, tehát iOS-re, Android-ra, gépre, Sima, webes böngésző. Webes böngésző, Linuxos gépre vannak, mi az isten, alkalmazásai, tehát minden, minden, minden része a, a hallgatóinknak akár le is van fedve így. Most a teszt időszakban ugye, akár a, a legkisebb csomaggal is tudják hallgatni majd a hallgatók. Ö, aztán meg utána majd megszűjük, hogy ez, ez hogy legyen, mint legyen, hogy kicsit exkluzívabbá tegyük a, a dolgot ö, számukra. Ö, és akkor természetesen majd, hát, ha itt, mert itt van egy külön kérdéses, ö, csetes topik is, ha ott normális beszélgetés van, akkor onnan is be tudunk majd ö, kérdéseket ollózni, ö, hogyha az adás menettel kapcsolatosak, úgyhogy most az elkövetkezendő egy-két hét az, 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 ilyen tesztelgetős időszak lesz. Akik patrónok és, és, ezért több üzenetet kapnak azoktól így előre is elnézést kérek, de hát ki kell a jogosultságokat meg a beállításokat tesztelgetni. Aztán, aztán meglátjuk, lehet, hogy ez is olyan lesz, mint a Google Glass, hogy haramvába holt ötlet, aztán, aztán nem lesz belőle semmi, de, de valamelyre szeretnénk egy kicsit fejleszteni a, a user elégedettségi kérdőívünk kitöltése kapcsán is, hogy, hogy mindenkinek egyre jobb és jobb legyen a dolog. És ennyi. Röviden. A, a, az app az maga a Discordnak a, a, a motorját használja, úgyhogy ezt a Discord appot kell letölteni, tök egyszerű app.com, és onnan lehet letölteni, meg regisztrálni, és akkor ha ugyanazzal az e-mail címmel regisztrált vagy, vagy mit tudom is én, hogy még, hogy ezt még majd ki fogjuk játszani, én mert fifika, igen, mert fifika is támogatom, majd tőle megkérdezzük, hogy milyen e-maileket kapott, vagy mi volt benne, és aztán <coughs> kifaszázzuk ezt a dolgot. Aztán lehet, hogy jövő héten már ö, fifika kapitányjal a, a hídon fogjuk próbálgatni ezt a, ezt a lehetőséget. Döf is. Mindig jó, hogyha a technológia egy kis plusz tud hozzáadni a bóckodásunkhoz. A következő az lesz, hogy mindenkinél lesz egy 360-as kamera, és élőben három darab 360-as kamerával toljuk. Pifikánál úgy érzem, kicsit a sávszélesség közbe szól, de talán nálunk vinné a dolgot, bár tegnap nem tudom, hogy mi volt, tehát úgy képzeld el, hogy tehát ez a 1 FPS-sel 16 biten toltam a, 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 videót úgy, hogy mindent leállítottam, tehát itt a NAS nem ment, semmi nem ment, egy hibát vétettem, nem indítottam újra a routert, de kábellel összekötve, és a, az adás közepén így pff, hirtelen megjavult a kép. Ah, hm. Borzasztó. Napfolt tevékenység, Charlie, napfolt volt Igen, evékenység. ez az, amiről mi nem tehetünk most sem. Meg Vagy akkor... az optika. Ó, még ha az lenne itt nálam. Betyár lenne. De kint. Jó, hogy bent házon belül. Igen. Itt rész van, réz Rész. ED3 technológia. Vannak benne még lehetőségek, tehát ez még nem a teteje, ez a 120. A, a résznek, úgyhogy ö, sajnos itt még nem, nem jött fel az optika ideje. Tőlem itt van 5 kilométerre felhő, ott optika van. Hát sajnos nem tudok vele mit kezdeni. Mit kell költözni. kíváncsi is lennék, hogy mit szólna hozzá felhő, hogyha tudod, mennék laptoppal, mikrofonnal, eszközökkel. Szevasz, ide bútoroznék, van egy üres szoba stúdiónak. Legalább. Hát az nincsen, de hogyha ide jönnétek költözni, lakni, na az lenne az igazi. Oké, okay, jövök. Vagy hozzád milyen fasza lenne, hogyha nem kéne a sávodat szinkronizálgatni, mert egy helyen lennénk. Ó, oh, ó, oh, de csuda jó Ez lenne. milyen menő lenne, igen. Ó, oh, stoppos cica itt közben mindjárt aludni fog, már nagyon megágyazott már. Akkor csináljuk azt, hogy elaltatod, lehúzzuk a rolót, és, és akkor berekeztjük... A... egyetlen sónócos bejegyzésről nem beszéltem még. Ez ma ilyen linkmentes lesz. Beszéljetek róla a jövő héten is igazából. Melyik az? Az emmi? Az emmi is, igen. Hát... De ez kicsit, kicsit hosszú, meg kicsit absztrakt, úgyhogy ma elég mélyen szántó gondolatokat. Azt szedtünk elő, úgyhogy lehet, hogy ezt átrakhatnánk jövő hétre, jövő hétre. Ez tehát sem veszti el aktualitását. Itt nyomozgattam, körbejártam ezt az aroma-ízesítés tiltó őrületet minden aspektusból, és mondjuk a mai témához annyiban kapcsolódik, hogy itt véges-végig minden egyes lépésnél ordító hibák és, és szabályozásokkal ellentétes manőverek voltak, ahogy keresztül vitték ezt az egészet, és most összeszedegettem az aprólékos részleteit, de lehet, hogy tényleg ez jobb lenne áttenni jövő hétre. Azért gondolnám azt. a jövő hetet jónak, mert akkor Fifika beszáll majd a, a, bevásároltam december 31 előtt a likvidet, és most ö, hogy tudnám azt kiértékesíteni dologba. Ö, a likviddel kapcsolódik az aroma. Jó, és... jó. Hozzá tehetnénk még... Hozzá tehetnénk még, igen, az eu kapcsolatban sokan panaszkodtak, és ö, írtak nekem is, hogy ez a mondat pontosan mit jelent? Az a kérdés pontosan mit jelent? Hogy ö, mi lenne, hogyha ha megcsinálnánk hozzá a magyarítást? Sorvezetőt a Aha. kérdésekről? Egyébként itt az nézegettem tényleg, hogy nincsen megcsinálva minden ö, hivatalos európai nyelvre, de vajon ki lehet ezt tölteni magyarul is? Szerintem nem. Mm, az elég nagy probléma. Igazából. Mert hogy alapvetően ugye a, az EU-s igazgatási folyamatokban az anyanyelvetől függetlenül részkéne, hogy tudjál venni. Tehát ez, ez elég masszív diszkrimináció, hogy négy, ha csak négy nyelven fogadják el. Hát lehet, Majd hogy meg... lenne értelme megkérdezni őket, nem? Na no, jó, kérdezzük meg őket, meg csináljuk meg a magyarítást is, hogy mit jelentenek pontosan. Nyilván a válaszokat azokat mindenkinek meg kell szülnie, de szerintem valahogy ezt meg kéne tudniuk oldani, hogy, hogy magyarul kitölthessék az emberek, ha nem is feltétlenül a, a, az űrlapot lássák magyarul, de a válaszokat megadhassák magyarul. Igen. Jó. Mert különben egy pofon a szarnak. Igen, igen. Meg, tudod, ez a Google-lel lefordítottam, de máshogy értelmeztem. A, és abból csak a félreértés lehet. Ja, jó, jó, jó. Jó, jó, jó oké. Okay. Krisztián, akkor jövő héten találkozunk, addig All pedig right. mindenkinek jó gözölést, neked meg tímpulcsiban meleg hetet kívánok. Köszönöm Széval. szépen, neked is tímpulcsiban meleg hetet, Csádi. Ó, köszi. Hello! Szava! Sziasztok!